Aquamarin vagy Raynor figurád, vagy mi? Igen, azzal matatok. Ezt hallgattam itt az elején, csak ugye megbeszéltük, hogy csöndben maradok, és nem akartam beszélni. Nem is hallottak volna. Nem is hallottak volna, teljesen mindegy. De végig hallgattam a kicsomagolást, és így utána mondott, hogy hát már nem ebbe a dobozba rakom vissza, és így hangok alapján hát már nem. Pedig így kéne, hogy itt legyen, itt logjon át, és nem bírom. Na hát úgy látszik, hogy itt ez 2 perc szünet. Addig beszerelem. Hát, kihetetlen, nem tudom. És aztán megmutatod kamerában? Ja, kirakom kamerába. Nézzétek. Ha már a kamera... Igen, megcsináltam egy nagy képernyősre, úgyhogy most itt valamennyire látni. Egy olyan 1 perc múlva majd én is megnézegetem. Ugye írogatják közben, hogy visszatértek meg, hogy Reddick természetesen a szerencsére a host az, aki nincs itt, úgyhogy... Rendben lesznek itt az események. Így fognám, pedig ezt így kéne ide rakni a kezét. Ha be kéne csúsztatni valahogy a nagy ujját. És nem tudom. Azt azon mezen itt próbálkozok, de... Aha, látom most már én is a képet. De nem igazán jön össze. Itt nem nagyon merem erőltetni. Jönnek is a kommentek egyébként. De béna! Ú, de sukár! De hát amúgy maga a figura az iszonyatosan durván jól néz ki. Igen, na jó, meg van csinálva. Szegény nem szeret fegyvert használni, de ez egy pacifista Raynor. Ki szólt be? Na, majd egyszer szóval. Mindig szép látvány egy felnőttet babázni látni. Hát igen. Ez Ken. Istenem, ezek a csetelők mindig formák. Hát komolyan elképesztő, hogy nem lehet berakni a helyére. De tényleg nagyon jól meg van csinálva. Ja, de amúgy tényleg. Na, most meg Horizon érkezett meg. Viszont most a többiek nem válaszolnak. És vannak ilyen kis helye is. Igen, válaszoltam. Ebből még a végén játék lesz el, és indult a visszaszámláló nem sokára. Tényleg elindult a visszaszámláló? Akkor nem tudok tovább bobázni. Ennyit ma a bobázásra megy. Hát még lesz időd valószínűleg majd a következő vegyet. Lesz időd még azzal játszani, ugye Daybreak-re fogunk most elérkezni. Itt ennek a Best of 3-nak a döntő mérkőzésére. Most egy kicsit, mint hangosabb lettél volna. Nem tudom, hogy felhangosodtál, de nem baj. Ja, néha így emelgetem. Ó, közben be is töltöttünk, nem tudom, de igen, betöltöttünk. Úgyhogy jobb felső sarokban, piros színekben Ár Horizon Protoss játékosunk, ugye egy mérkőzést megnyert, azonban utána ezzel a hirtelen nagy muta megjelenéssel már nem is nagyon tudott mit kezdeni, meg valószínűleg nem is nagyon akart, elég stresszes azoknak a mutáknak a jelenléte. Bal alsó sarokban pedig sárga színű játékosunk, aki hiába veszett el az első mérkőzést, a másodikkal sikeresen egyenlített, nem más, mint NF Team Stunter. Így van, és pont eltaláltam, hogy melyik játékos fogod elsőnye bemutatni, úgyhogy nagyszerű. Tényleg, volt valamikor, amikor egy stream, mert ugye alapvetően általában az összes spectatort ugyanarra a játékosra rakja, legalábbis én úgy vettem észre, hogy ugyanarra rakja, és akinél én kezdek, annál kezdhetek, mert ugye valószínűleg a streamer is ott fog kezdeni. Aha. Viszont volt egy mérkőzés, ahova pont fordítva rakott minket, és sosem sikerült eltalálnunk, hogy kit hogy kéne bemutatni. Hát nem is tudtam, hogy ez van ilyen. Én úgy vettem észre egyébként, hogy ugyanoda rak minden spectatort, kivétel, ha nem akar. Egyébként ismételtem valószínűleg Forge Fast Expand, megint nem van a pylon szépen középen. Így van, és szépen megint deríti Stuntert, az a probe. Na, most ne próbálnak egy drone-t kigapni. Na igen, most... De hát az már ügyesen... Épület is lesz belőle azért... Spawning pool, az kell is, igen. Ugye alapvetően szokott a Reaper harasz ellen szokott az a válasz lenni zergek részéről, ugye ez jelenleg nem pálya, azonban ez szokott válasz lenni, sikerült kicsempészni a dolgozót, amelyik ment expálni. Igen, az szépen külön, és most keresi is, hogy most mi van, nem jön?
És már ez van, de nincs pénz rá! Nincs pénz rá! Jaj, és csak leér, csak leér! Hiába sikerült kicsempésznie! Pedig milyen szép volt az a kis hunnyogás. Kis hunnyogás, onnan nem, sajnos ez... Ez nem sikerült, viszont elég csúnyán ellátja annak a próbnak a baját. Hát, de a lényeget elérte nagyjából. Bár azért rakhatott volna egy pályon szerintem, bőven. Az aztán az igazán idegesítő, valószínűleg Zergadarról. Mondjuk ugye megvan a spawning pool, tehát ugye alapvetően ez a pylon az csak elég rövid ideig lett volna megoldás, sőt már azt sem kellett volna hagyni, hogy elkészüljön. Így van, de azért az még azért bőven kicsit delayelte volna tovább azt a hatcherit. Na hát és most ez a prób szépen várja, hogy mi történik. Esetleg lesz a harmadik bázis, mint ahogy ugye eddig láthatta. Pontosan ugyanazzal a build-el indít, ha jól látom, mint az előző mérkőzésben Protoss játékosunk. Zergoldalról viszont egy picit más, nem indul, ott van a harmadik bázis, halad és az ugye már milyen az a drón, elég rutinos, egyből a linget is visz magával. Bizony, ott van rögtön az escort mellette, úgyhogy szépen biztonsági szolgálattal együtt meg is érkeztek. És lenn is van a második bázis, lenn is van a harmadik bázis, úgyhogy mindent úgy láthatunk egyenlőre, ahogy az előző mérkőzés, illetve az előző két mérkőzésben történt. Na most megtalálták a próbot, hát sajnos ez a prób most már... Igazán megérett. Hát még azért deríteni fogja, valószínűleg. Hát ez így van. Meg is történt, és fordul is, megy is. De hát a másik link az valószínűleg elébe fog kerülni. Bár nem biztos, de szerintem az az egy link is el fogja kapni, ha nem ér haza ez a prób már. Pláne, hogyha ez a másik link még besegít. Na, hát, csak besegít azért. Bam, bam! Áááá, most két link kergeti. Csak bejut, sikerül. És megakadt egy kicsit a képernyő. Neked? Igen. Mármint nem, azt még mindig nem vállalom el, hogy az én hibámból. Amíg nem írja ki, mi? Amíg nem írja ki, addig nem tudjátok bizonyítani, hogy ki volt. Egy új prób kiszaladt, és azt látta is a link, de nem fordult utána, úgyhogy ez a prób ez bizonyít, besünnyogott. És benéz a toronyba. Stoverben nem lát egyenlőre semmit, ugye a csapatmozgás még egyenlőre nincs. Viszont rakni fog egy pylont. Nem. De? Nem? Hát talán berakhatja azt. Nem, igazából sétálgat tovább rögtön most a mainre. Tehát, hogy megnézze, szépen ellenőrzi, hogy hogy állnak a gázok. Ugye alapvetően pont a két gáz mellé lett rakva. A real point megnézi, hát azonban ne csinálni, hogy érkezik az a két gáz. Nagyon ügyes, hogy a mainen nincs még gáz, viszont már kettő is van. És ugye azt látja Horazon, hogy nincs gáz. De igaziból kettő készül. Bizony. Azt nézem, hogy talán a lentire... Nem, a lentire nem látott rá egyáltalán, úgyhogy bizony. Figyeltem. És... Hát most szerintem így azért olyan könnyen nem fogja kirakni azt a harmadikat, bár nagyon úgy néz ki, de mégis. Lemaradtam a hangról, most kicsit halkan hallottam, csak francba. Remélem megöli Stunter ezt a Mothership-kor. Ja igen, hogy újabb Mothership-kor érkezhessen, közben egyébként úton van a harmadik bázis. Így van. Amit az elején azért kicsit nehézges lesz védenie Corazonnak, főleg, hogyha Stunter kisasolja, de egyelőre még nem tud róla. És hát sajnos ez az Overlord. Egyelőre még nincs pozícióban, és nem is abban az irányba indul. De ez csak két gateway, hát azt mondom, hogy derítette. Hát igen, az még sajnos nem olyan extra. Megfordult, észre fogja venni. Észre fogja venni, tudni fogja, hogy itt bizony három bázis van. Közben egyébként olyan drónozást hajtott végre a Zerg játékos, hogyha jól látom, mind három bázis a kényelmesen szaturálva lett. Van, 57 szedő, az pont elég. Tehát nagyjából ilyen 60 körül szokott lenni három bázison, és ez már ilyen nagyon... Fantasztikus. Bizony, és a Baning Nest is közben. És már a linge. Sikerült kicsikarnia magának egy gyors kis supply blokkot, hogy azért mégiscsak jöjjenek itt az egységek, és ne akadjon meg az Overlord hiány miatt. Mindjárt be is pótlódik. Igen, mindjárt jöhetnek a Baningek, ismételten egy Link-Baning kombinációt láthatunk. Nem meglepő, hiszen az előző mérkőzésben azért mégiscsak sikerült sikerre vinnie. Link-Baning muta, mert... Ó, és az a Mothership Core. Szépen deríti az egészet, hát nagyon ügyes. Ettől függetlenül ugye, hát megint nem feltétlenül tudja megállítani ezt a támadást. Ugyanazok az egységek várják nagyjából egy darab stalker kivételével. Igen, és szerintem a másodikat fogja leszedni, vagy én nem tudom, de nem úgy látszik, hogy nem azt próbálja. Hűha!
sok ez a pénzig, el kell kezdenünk majd a forcefélet, nem is érkeztek a forcefélek, szépen megvédték, és bizony el is esett pár bénig, azonban elindul a harmadik láncs. De ez azért volt jó, hogy leforcefélezte magát, nem tudja jönni megvédeni a pályát, de nem. A kanon elég volt, igen. Vissza ez a probléma. Ugye alapvetően itt van két darab cannon, valamint érkezett egy warpint egység után portlás, tehát azért volt mit a tejbe aprítani a Protoss sereg részéről, újabb két gateway egyébként ide a harmadik bázisra, elég biztos abban, hogy ezt itt tartani fogja elég sokáig. Nem, még sincs, beszorultak a dolgozók, vagy nem tudom. De visszavonódott a parancs, ez a lényeg. Közben egyébként egy halucinált főnik szépen halad keresztül a pályán, scoutolni fogja a dolgokat, a sereg pedig az Ergoldáról csak patrolozik össze-vissza egyenlőre. Jaj, negyedik bázis Zergoldalról. Hát igen, muszáj volt, ugye hát sajnos nem sikerült neki semmilyen hasznosat, illetve nem sajnos Protossnak örömére. Nem sikerült kárt okozni, úgyhogy kénytelen volt kirakni ezt a következő. Hát Earthship Core egyébként elég célzottan haladja, nem csak megnézte, hogy van esetleg, de azért mégis ettől függetlenül eléggé előre van tolva az a Mothership Core, általában azért ennél finomabban bánnak. Az hát ilyen ennyi energiával már nincsenek határok, Max recall az egyet. Nincsenek határok, simán hazarikol, aztán kész. Hát, érdekes egyébként, hogy egyik játékosnak sincsen túlzottan nagy serege. A Protossnak nyilván ugye lényegesen nagyobb, mint supply-ban, nem értékben egyébként, de mint supply-ban, mind értékben. Lényegesen nagyobb serege van, de egyelőre nem is gondolkodik a kivonuláson, nem is nagyon. Szépen ezen a három bázison ő jól áll van. Három bázison azért már képes egy Protoss játékos elég komoly deathbolt összehozni, hogy használjuk ezt a kifejezést ugye a Protossra. Igen, és nagyon szépen derítette azt, hogy készül a Hive, illetve Lair, bocsánat. Hive az. Itt nézegettem aztán így, igen, Hive az. Már is bizony a Hive érkezik. És a negyedik bázis is szaturálásra került. Bizony ez azért idestóva négy bányász bázis itt a Zerg oldalról, és most történt meg a Protoss kivonulás. Így van, de ez valószínűleg csak egy ex miatt. Igen, egyelőre még a kolosszusok csak úton vannak, most jött meg ugye az első kolosszus, mindjárt elkészül a fejlesztés, természetesen valószínűleg ezt majd később több kolosszus fogja követni, azonban megelőzi őket egy Warp Prism. Hopp, most viszont lehet, azt hittem, hogy kitámad, de nem, szerencsére. Azért az a sok bailing azért az ott okozott volna némi kellemetlenséget, főleg ha oldalba kapja. Úton van egyébként a Ultralis Cavern, ami azt jelenti, hogy ultrákat láthatunk Tier 3-as egységek ellen. De azért csak kitámad, és végül egyébként elég kevés veszteséggel sikerül visszakergetni ezt az elsereget, és megint nagyon szép forcefieldek, azonban ugye ettől függetlenül ezek a bénézek, azokat nagyon-nagyon veszélyes felhők, mint köröznek az... Most rengeteg forcefield, tehát igen, viszont nem tudom, hogy ez most így jó ötlet volt-e, hát az mindenképpen jó, hogy leszedi a hatchery-t, az azért nem egy rossz dolog. Szépen le is szedtélként a hatchery-t a Zerg, nagyon nem is tudott mit csinálni ennyi force field-en keresztül, ugye most már érkeznek az ultrák, úgyhogy ezekkel a force field-ekkel már nem lesz azért olyan nagyon sokáig probléma, de... Hát azért hát ezt az eszet nem szabad elbukni, pedig úgy látszik, hogy ezt lehet, hogy lemondja. Center. Igen, úgy látszik, hogy erről lemondott, bár nem biztos, mert hátra húzott, de nem úgy látszik, hogy igen, a szedőket is elhúzza. Nem, most már azért elég egyértelmű lesz, hogy ez a bázis is bukóban van. Ugye közben egyébként készen van, mert hát készülőben van egy másik bázis, valamint a Mothership Core-ra, nem a Mothership Core-ra, a Warp Prism-nál otthon akciózott egy picit a Zerg bázis szívébe. Két bázist bukott egymás után közben a Zerg. Igen, viszont kijöttek az ultrák. És most úgy látszik, hogy igen, nem fogja hazaengedni azt a sereget, viszont van velük valószínűleg még egy... Nem, Mothership Core nincs velük. És nagyon rögtön sikerül ki szedni talán a korót, sikerül elszaladni, sikerül nagyon sok Sentry-t bukott. Viszont ugye a Sentry-ket bukta energiával együtt. Ugye alapvetően attól függetlenül, mert az ultrészkek le tudják nem volni kényelmes. Nem ismételten egy összecsapás szépen körbe is vette. A rúcsokkal nem férnek oda, az ultrák nem férnek oda. Nagyon szép record, viszont hát aki itt maradt, az itt maradt. És ott hagyott egy egységet, talán egy stalkert? Hát kettőt. Na minden esetre itt ez a
Warp is még okozhat némi kellemetlenség ezt Stunternek. Az előbb elég hamar fogta egyébként, Stunter elég hamar sikerült elkergetni, akkor igen, ez a mostantól veszélyt jelent, ugye amíg nem szedi le, addig a meccs végéig körülbelül veszélyt jelent. Ugye egyre több az ultra, egyre több és több, kettő van jelenleg úton, és 9 darab már készen is áll. Hát igen, és az a pályon az még túlélte. Bizony, az alapvetően egy elég kényelmes kétfrontos támadást tesz lehetővé elég hamar. Hát igen, neked megint veszélyben van az az ext. Hát most viszont lehet, hogy betámad ez a sereg, és hát igaziból, ha megnézzük, azért valahol, ja igen, most már itt van a sereg. Itt van a sereg, és most már immortálok is vannak benne, ketten egyenlőre. Ez a szám, ez még növekedni fog, most 3-at volt egyébként szimultán, tehát hogy itt nagyon-nagyon hamar, nagyon komoly ultrarisk pusztítás lesz. Úgyhogy szerintem lassan szeretne betámadni, közben egyébként ismételten egy kis zealot támadás érkezik. És hát egyébként le is nyomhatják azt a bázist onnan még egyszer, de nem, hazavonul az erg sereg. Csak hát a bénikek nem, de ők meg meghalnak frontvonalon. Ó, viszont a drónokra nem figyel közben Stunter, viszont addig sem a hatcherét ütik. Most már a Gwen a hatchery nem fog elveszni, megérkeztek az ultrákat, így eszeveszett a splash damage-ja, ugye ott végül is ki tudják szedni szépen őket azonnal, viszont... Megindult a Protoss. A Protoss, mindkét sereg járkál itt a map közepe felé, ugye várják már a támadást, várják a megfelelő pozíciót. Az a baj, hogy hol azon, mintha túl sokáig húzná, és én mindig nem expertem, na most expertedje. Az talán egy kicsit késői, de... Még igazán még nagyjából nem volt még eddig olyan nagyon szuper biztonságos kirakni ezt az expert. Na nézzük a pilotokat. Egyébként nekik azonnal le is lettek darálva, úgyhogy ezzel nincs probléma. Ugye alapvetően minél több immortál van, annál kevesebb lesz majd végül is a hatása azoknak az ultráknak, azonban ettől függetlenül azok brutális egységek. Na most már megtalálta a Prostipylon, úgyhogy az már nem lesz. Viszont a Warprison még mindig ott lebegkényem. Hú, milyen szép kanonval! Az szép! Hát nem bízza a véletlenre, ő itt nem nagyon szeretne beépíteni, beengedni egyébként egységeket, de ennek a volnak egyébként három eleme Pylon, úgyhogy Pylonnal is el lesz látva a fal, valamint a cannonök is kényelmesen elkészültek, gateway-ekkel fogja kiegészíteni, és két irányból meg is... Pont elkészültek! Pont nem tudtak egyébként hozzászólni, át kell ránk tudni, hogy mindkét oldalon eléggé jól védett helyzet. Egy ultrát már is leszedett. Nagyon-nagyon szépen pozícionált sereg volt egyébként Horizon részéről, és nagyon szerencsétlenül jött ki ez a támadás Stunter számára. Nagyon sok egységet vesztett el, anélkül, hogy ténylegesen kárt tudott volna okozni. Két cannon elveszett. Hát igen, meg még ki tudja hány katona, de... Hát igen, ott a másik oldalon persze azért nem annyira jelentős mennyiség, mint ugye Zerg oldalról, ahonnan azért ultrák és estek el. És ezt be fogja droppolni lényre, huhú. Viszont ez az overseed nagyon csodálatos helyen van, és mindezt látja. Observer. És igen, egyébként látta mindet, és érkeznek egyébként a Void Ray-ek. Szépen érkeznek kettesével a Void Ray-ek. Egyelőre nincs sok. De ugye megvan rá a potenciál, hogy egyre több és több legyen. Meg is érkezik a drop, és bizony azért ez elég komoly kártokat, ugye főleg linkeket vitt, illetve csak linkeket vitt, és... Igen, de hazarikallozott, és most beveri ezt a bázist. Hát ez nagyon szépen kitalált a Stunter. Így, de volt ennyi energia, hogy vissza! A sereget egyszerűen nem lehet a pozícióban fogni. Megint megtörtént, talán Photon Overcharge, ami nem is kell, és simán visszaveri a támadást, a wingek viszont közben szabadon vigyéckednek belison belül, nem szaladáson kifelé. Hát nem mennek sem. Hú, pedig ezt nagyon szépen kitalált a Stunter, de hát volt elég energia, hogy ezt nagyon stílusosan fogja Horizon. Hogy hát ez bizony izgalmas. Ez nagyon, nagyon stílusosan sikerült fogni, a legjobb szót használtad, rengeteg zealot van egyébként készen. Érkezik a maradék Protoss sereg is. Fejlesztések hogy állnak? Természetesen fejlesztések terén. Protoss 2-es upgrade-nél tart, ugye a Zerg is 2-es upgrade-nél, úgyhogy nagyjából kiegyenlítettek. Ugye a Protossnak most elő kellett rángatni a kis ujjából egy légierőt is, úgyhogy ez a légierő is folyamatosan készülőben van. Két darab Void Ray is éppen egy. Elég komolyan halad előre az első sereg, és az utánpótlás, jajjajjaj, nagyon szép feedbackeket láthatunk azokon a Infestorokon, és hát a Immortalt nagyon gyönyörűen viszik a
Az hogy ezeket elolvasztották egy pillanat alatt, ugye megmaradtak a korruptorok nagyjából, csak a korruptorok, azonban ezt a sereget csak korruptorral elég nehéz ezt megfogni. Érkezik egyébként utánpótlás egy utara, valamint öt brudlort. Hát igen, az még akár jó is lehet, de szerintem ezt a sereget már nem fogja meg. Készen a Blink, úgyhogy újjak egy olyan gyersetnek készülni, ha most bevonul alá, nem fog bevonulni, inkább itt a Baning Mestet szedi ki. Mindig öröm látni, terem a szinten egy Baning Mestet elpusztul, azonban valószínűleg a Zergáték is egyáltalán nem örül, mert jelenleg talán ez a legkisebb problémája, ne cserélje, nem sokára el is hullik a drónokat, ne ásra, azonban ez csak ideig, óráig menti meg az életüket, van itt valahol egy Observer út, vagy hogy ez a probléma nem csak Splash Damage-ként szedik ki szépen őket. Hát igen, ez úgy látszik, hogy Horizon győzelemmel zárul. Közben egyébként kialakult a teljesen... Jön már a Bloodlord fereg, de hát nagyon... Nehéz lesz ezzel megfogni, rengeteg erre nagyon kényelmesen támadó egységről van. Szóval igazi volt, ennyi elég is volt neki, így van. Hát igazából hogy olyan károkat okozott, hogy... Igen, már nagyon kétlem, hogy vissza tud jönni Stante, de... Hát ki tudja, bár azért szerintem ez már elbukott ez a mes Stampertnek. Ugye mostantól kifejezetten lomhák azok az egységek, amiket tud hozni, hoz infestorokat még. Infestor, Broodlord, korruptor kombináció az, amit jelenleg ugye megpróbál kihozni. Még a Protoss oldalról egyébként erre válasz valószínűleg egy masszer lesz, ugyanis 4 darab Stargate közeledik egyszerre. High Templároknak egyébként kifejezetten kevés az energiájuk, úgyhogy ők, hát ők nem fognak hirtelen azért lesztormolni itt mindent erről a pályáról. Viszont a Protoss sereg még mindig vidámon vigyét fogjuk, viszont szinten vannak elhelyezve azok a Broodlordok, ott pont egy ilyen kis mélyedés fölött tudnak, hogy ide-oda csiki-csukizni, nem is szeretné ezt egy ilyen... Igen, de most bedinkel talál és jaj, 3 is elesett. Egy nagyon félre sikeredett fándor. Megjöttek a Void Ray-ek. Nem kaptak el semmit, rengeteg Void Ray most már itt van elől 5 darab. És mostantól valószínűleg azért összesen 7 darab Void Ray van egyébként. Viszont a fándor őket elkapta, és sikerült is leszedni párat belőle. Belőlük. 11 darab High Templar. Az azért mondjuk egy komoly warpint. Tehát amikor így megérkezik egyben 11 darab High Templar. Hát igen. Egyik játékosnak sincs egyébként túlzottan sok nyersanyag a felbankolva, úgyhogy mind a ketten itt azért eléggé a szélén járnak. Igen, 5 darab arkon, bizony hát, az igen. A High Templar az. Az arkon mondjuk nagyon nehezen tud bemenni a Broodlord alá. Igen, azért az be elég... tud oda szorulni. Hát meglátjuk. Na most ki, valakit nem. Nekem most nem is szagadtad, amúgy. Már csak mentem a bőröm, ha nem teremtöztem be egyébként. Egy dróntranszfert sikerült pont elkapni. Ugye érkezik is a fánkra, nagyon szépen cserébe kapta az egész Protoss sereg hátsó felé, azonban az első fele mindig elég agresszív. Stormok érkeznek, de inkább csak figyelmeztető jelleggel. Ugye a Broodlordok megint nagyon jól vannak magaslaton elhelyezve. Érkezik ugye közben a Fleet Beacon, ami elengedhetetlen a nagyobb szintű Protoss hajók használatához. Nem tudom, lesz-e ideje, nem tudom, lesz-e nyersanyaga, hogy kihozza közben egyébként mindkét játékos. Elég komoly iparra rendelkezik ismételten egy Storm, szépen elkerhetik a korruptorokat. Ezek most már azért találtak, de hullanak a Broodlordok. Egyszerre kettő, és már csak egy van. Most már csak egy Broodlord van, és hát a többi pedig nem nagyon támad ám olyan agresszíven talajra. Hát igen. Azt az egyszer Broodlordot levadászta az a pár Void-ray, ami még volt. Ugye a sereg maradéka szépen körbe kerül, ismételten elég komoly támadó erőt hozott össze a Protoss játékos, és eléggé elfogyott a Zerg. Megpróbálja megint jól pozitálni az utolsó egységeit, azonban még ezt sem fogja megmenteni. Storm szépen megsúgja azokat ott, és a GG. Na, hát megvan a két döntősünk, akik most egymással megküzdenek a továbbjutásért. Horizon és Cheese King. Na, kíváncsi leszek, hogy melyiküknek fog sikerülni az első továbbjutó pozíció megszerzése. Mit tippelsz? Na, kettőt találhatsz, mit tippelek. Horizon! Így van!
gyors! Hát természetesen neki kell szurkolni. Na nem, hogy neki kell szurkolni. Ki másnak szurkolnánk. Majdnem rá joinoltam egyébként egy barátomra, aki játékban van, én meg megszeppentem.